Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr! Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Hitünk szerint nincsenek véletlenek. Nem véletlen tehát, hogy éppen pünkös ünnepén mondhattuk el együtt, hogy sikerült. Csendes, de rendkívüli örömteli eseményt élhettünk át, pünkösdi felszabadult lélekkel telt meg a szívünk, hálával, köszönettel és örömmel. Mert együtt közösen sikerült legyőznünk a gondviselő segítségével a koronavírus járvány harmadik hullámát is. Európában az első közt értünk el idáig, ezért pár percre meg kell állnunk, és először is köszönetet kell mondanunk. Legelsősorban köszönet és hála az erőért, amellyel több százezer ember Magyarországon hosszú hónapokon át, éjt-nappal alá téve együtt munkálkodott a magyar emberek egészségért, biztonságáért, életért. Köszönetet mondunk az egészségügyi dolgozóknak, katonáknak, rendőröknek, az államigazgatásban dolgozóknak, a pedagógusoknak, a kereskedelemben, a szolgáltatási szektorban tevékenykedőknek, a logisztikai feladatokat ellátó szakembereknek és mindenki másnak, hogy csendes, álhatatos, de kemény és határozott munkával tették a dolgukat. Köszönet a magyar emberek elsöprő többségének, akik türelemmel és megértéssel fogadták ezt a rendkívüli helyzetet, és segítették a döntéshozók és szakemberek áldozatos munkáját. Tisztelt országgyűlés! Sajnos azonban voltak hangos kevesek, akik nemhogy támogatták volna a közös védekezést, hanem inkább támadták azt. A baloldali ellenzék álhírekkel, álvideókkal, hazug halálkampánnyal és oltás ellenességével az egész kerek világon, hogy klasszikusokat idézzek, példátlan módon minden eszközzel folyamatosan támadta, lejáratta a magyar emberek megvédésén dolgozókat. Gyűlöletet fröcsöttek, gyűlölködést szítottak éppen akkor, amikor egy világjárvány kellős közepén a józan és szabályai szerint mindenkinek össze kellene fognia és segítenie a megfeszített munkát. Egyetlen más országban, egyetlen kormánynak sem kellett ilyen ellenszélben és ilyen mesterségesen gerjesztett gyűlölet cunamival szemben végezni a feladatát. A baloldali ellenzék a magyar emberekért semmi konkrét értékelhető dolgot nem tett, ellenben a saját piti pártpolitikai céljaikért mindent. A legnagyobb visszafogottság mellett és még a civilizált keretek között erre csak ezt lehet mondani, szégyen és gyalázat. Tisztelt ház, mindezzel szemben ellenszélben minden lejárató és hazugság kampány ellenére pünköskor átléptük az 5 millió oltotti létszámot hazánkban. Magyarország az átoltottság tekintetében az élen jár Európában. Együtt újra sikerült, letörtük a járvány harmadik hullámát. Ez történelmi eredmény, közös siker, és tudnunk kell megbecsülni és együtt örülni közös erőfeszítéseink eredményeinek, mert csak ezzel a közös élménnyel tudunk tovább dolgozni a magyar emberekért és a magyar családokért. És mennyivel örömtelibb és felemelőbb lehetne ez a közös öröm, ha a baloldal is legalább veszélyhelyzet idején konstruktívan kivette volna részét a munkából. A szakemberek és a kormány döntése értelmében 2021 pünkösdje fordulópontot jelent, tovább tudjuk folytatni a nyitást, mégpedig gyökeres pozitív változásokkal. Ennek értelmében a következő intézkedések léptek életbe. Megszűnt a kijárási tilalom, megszűnt az üzletek és éttermek nyitvatartási korlátozása, megszűnt a kötelező maszkviselés a közterületeken, szabad a sport a közterületeken, magán és családi rendezvény megtartható 50 fő részvételével, a lakodalmak 200 fő részvételei korlátozás nélkül megtarthatóak. Tisztelt országgyűlés! A legfrissebb járványügyi adatok nagyon biztatóak. 200 fő alá csökkent a napi új fertőzöttek száma, és napról napra csökken a vírus szövődményeiben elhalálozottak száma. De továbbra is szükséges, hogy az érvényben maradt szabályokat, korlátozásokat tartsuk be, hiszen a vírus még közöttünk van, és több millió ember még nem kapta meg az oltást. Tisztelt ház,
hála Istennek együtt újra sikerült. Köszönjük, Magyarország! Válaszadásra Rétvári Bence államtitkár úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Valóban a világ viszonylatban is összevetjük az egyes egészségügyi rendszereknek a teljesítményét az elmúlt hónapokból. Azt láthatjuk, hogy minden magyar ápolónak, minden magyar orvosnak, minden magyar védekezésben közreműködőnek, legyen az rendőr, katona vagy bármilyen más szakember, nagyon nagy köszönettel tartozunk. Hiszen mit láttunk napról napra és mit olvashattunk hétről hétre? Hogy más országokban a kórházak parkolóiban gyógyították a betegeket, szállodákat alakítottak át kórházakká, mert annyira nem bírta az egészségügyi rendszer a terhelést. Autókban lélegeztették, a saját autóikban lélegeztették az embereket, mert nemhogy a kórházi kórtermekben, de még a kórházi folyosókon sem volt hely. Volt olyan ország, ahol a kórházi étkezőket alakították át, és ott gyógyították a betegeket, és ezek mind-mind nálunk jóval gazdagabb és tehetősebb országok mégsem tudtak védekezni kellő mértékben a koronavírus járvánnyal szemben. Franciaországban még a daganatos betegeknek a kezelését is le kellett állítani, mert az egészségügyi rendszer annyira nem bírta a koronavírus járvány alatt a terhelést. Nagyon sok ország volt, ahova külföldről hívtak be orvosokat, külföldről hívtak be ápolókat, vagy külföldre szállítottak át betegeket, mert nem bírta a saját egészségügyi rendszerük a leterhelést. Magyarországon minden beteget elláttak. Nem kellett külföldről orvosokat hívni, és nem kellett külföldre magyar betegeket szállítani, mert minden magyar betegnek jutott kórházi ágy, jutott megfelelő felszerelés, jutott gyógyszer, jutott orvosi és jutott ápolói létszám is ahhoz, hogy kellő mértékben ellássák őket, köszönhetően annak, hogy több ezres nagyságrendben a nyár folyamán orvosokat és ápolókat is kiképeztünk a koronavírusos betegeknek az ellátására. Emlékezhetünk arra is, hogy Svájcban arra kérték az embereket, hogy már előre végrendelkezzenek arra az esetre, ha kritikus állapotban kerülnek kórházba. Svájcban, ami a jólét egyik szimbóluma szerintem sok ország számára, mégis annyira túl volt az egészségügyi teljesítő képességének a határain, hogy előzetes végrendelkezést kértek a polgároktól széles körben, hogyha nehéz helyzetbe kerülnek a kórházban. Láthattuk, voltak országok, ahol nem jutott elegendő lélegeztetőgép. Voltak országok, ahol csak akkor jutott lélegeztetőgép valakinek, hogyha egy másik beteg sajnálatosan elhunyt, akkor tudták őt életmentő kezelésre, a másik lélegeztetőgépre áttenni. Sok országban kellett orvosoknak dönteni, hogy ki az, aki menthetőbb, és ki az, aki kevésbé menthető, és azokat látták el, akik menthetőbbek, és azokat pedig sorsukra hagyták, akik kevésbé menthetőek. Na, ilyen jelenetektől óvtak meg minket az orvosok, az ápolók, az egészségügyi dolgozók. Azok, akiket éppen Szabó Tímától, Kóros Lajosig, és az egész baloldali médiáig, és az egész baloldali kórusig folyamatosan támadták. Müller Cecíliával és mindenkivel együtt, akikről azt mondták, hogy úgy küldtek haza betegeket a kórházból, hogy 10 betegből 9 meghalt. Így támadták azokat, akik az előbbi példákban is láthatóan jóval jobban teljesítettek, mint sok nálunk akár tehetősebb ország egészségügyi személyzete is. Magyarországon nem volt olyan hír, mint nálunk gazdagabb országban, például Spanyolországban, hogy a szociális otthonban a gondozók ott hagyták volna az idős embereket magukra, és tömegesen haltak volna meg szociális otthonokban, hanem akár ők maguk is inkább beköltöztek, és azért, hogy a vírus ne hozzák ki be esetlegesen az intézményből, és így óvták a gondozottakat. Nagyon nagy elismerés illet minden magyar egészségügyi dolgozót, minden magyar szociális dolgozót, mindenkit, aki részt vett a védekezésben. És eközben mivel foglalkozott a baloldal? Egyrésztről választási helyezkedéssel, egy előválasztásnak nevezett Gyurcsány Sóval, hogy ki éppen hányadik lesz majd Gyurcsány Ferenc és Soros György közös listáján a jövő évi választásokon, és közben pedig az egészséget támadták. Kamu videókkal, kamu statisztikákkal, Oroszországból importált fotókkal próbálták a magyar szociális otthonok állapotát bemutatni, de mindegyik esetben lebuktak. Lebuktak, mert kiderült, hogy álhírekkel, valótlanságokkal támadták a magyar egészségügyi dolgozókat. Nem segítettek, és ez mind a mai napig is így van. A múlt héten mit hallottuk Dobrev Klárától, a baloldal egyik miniszterelnök jelöltjétől, Karácsony Gergely tolmácsától, mit hallottunk, hogy ő mit mondott az oltásokról? Azt mondta, hogy rövid távon az oltás nem ment életeket.
Ezt mondta a baloldal egyik vezetője, hogy rövid távon az oltás nem ment életeket. És a magyar képviselőtársai itt a parlamentben mind a mai napig nem vonták vissza azt az országgyűlési határozati javaslatot, amely szó szerint azt tartalmazza, ne lehessen olyan kínai vakcinával oltani Magyarországon, amit nem engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség, illetve egy másik határozatban azt mondják, hogy csak olyan vakcinát hozzanak forgalomba, amelyet az EMA is megfelelő minőségnek és hatékonynak tart. Akkor nyújtották be a keleti vakcinákat tiltó határozataikat, miközben ők maguknak ezeket beadták. Ezzel foglalkozott Magyarországon a baloldal, a hiperpasszív főpolgármester is, és a kamuvideós Korozs Lajos is. Azt hiszem, ők szégyelhetik magukat, de az egészségügyi dolgozókat minden tisztelt és megbecsülés megillet. Köszönöm szépen!